Ugye kaptunk egy bevezető nyilatkozatot a világjogokról, amelynek a megfogalmazásával sajnos nem tudok egyetérteni. A végkövetkeztetésekkel igen, nagyon nagy szükség van arra, hogy a jogrendszerbe foglaljuk ezeket a dolgokat, de én nem ismerek természeti törvényeket. Én emberi modelleket, teóriákat ismerek. A modern természettudomány nem használja a természeti törvény kifejezést, és ez nagyon sok negatív következménnyel jár, ha nem tisztázzuk az eredet dolgok kezdetén, hogy miről is van szó. Az ember a saját érdekében felismeri a körülötte lévő környezet kölcsönhatásait, ezeket modellezi, és a modellek alapján megpróbálja a saját érdekében egyensúlyba tartani a környezetet. Nem a valamiféle ilyen erkölcsi indítatás, vagy létező természeti törvények késztetésére teszi, hanem a saját érdekében. A jogrendszerek nem kívülről jönnek, a jogrendszerek igenis belülről jönnek, mi emberek, a különböző kultúrák hozzák őket létre, ezért a mi dolgunk az, hogy ezeket úgy változtassuk meg, hogy a saját érdekeinket és a jövő generáció érdekeit szolgálják. Ez nyilván egy eltérő megközelítés, de én ezt fontosnak tartom megjegyezni, mert a tisztázatlan fogalmak mindig zavaros vitákhoz vezetnek. No, akkor térjünk az állati jogok evolúciós eredetére. Ugye az ember az egyetlen szabálykövető állat. A sokféle tulajdonság választ el minket a közeli rokonainktól, és ezeknek az egyike és egy nagyon fontos tulajdonság az, hogy az ember hajlandó a közösségeiben szabályokat követni. Ennek az az eredete, hogy minden csoportban élő állat kialakít a csoportjaiban rangsort. A rangsor kialakítása agresszióval időnként komolyabb vagy kevésbé komoly verekedésekkel jár, de az az óriási jelentősége, hogy az erőforrások elosztása a rangsor segítségével nagyon egyszerűen történik. Mert a rangsorban kialakult hely alapján, ha éppen erőforrást kell elosztani, akkor a rangsorban előállók részesednek abból. Ugye a rangsor kialakítása az előbb történik, legalábbis ugye elvileg, és az erőforrás elosztás utóbb. Tehát egy külön térben zajlik a rangsor kialakítása, és külön térben zajlik ennek alapján az erőforrások elosztása, és ez egy rendkívül hatékony erőforrás elosztást tesz lehetővé az állatok számára. Ha ilyen mechanizmus nem létezne, akkor gyakorlatilag állandó agresszió tere lenne az állati élet, és életképtelenek lennének a ma ismert fajok. Az ember saját csoportjaiban, saját közösségeiben is kialakít rangsorokat, ezt mindannyian tudjuk. Azonban az ember rangsorai nagyon különböznek az állatok rangsoraitól. Két dologban. Az egyik, hogy az ember rangsorai elágazóak, a másikban, hogy az ember rangsorai vegyesek. Az elágazás annyit jelent, hogy a komplex modern társadalmakban különböző csoportok léteznek egymás mellett, és az ember a különböző csoportokban a rangsor egészen különböző helyein foglalhat helyet. Tehát lehet valaki egy csoportban a rangsor legelején, és egy másik csoportban esetleg a legalján, vagy valahol egész máshol. Tehát a rangsor elágazása tükrözi a társadalmi csoportok kapcsolatait és bonyolultságát, egy nagyon jellegzetes vonása az emberi rangsornak. A másik tulajdonság a rangsor vegyes mi volt, az közvetlenül hoz minket a szabályokhoz. Az ember a rangsoraiban nem csak személyeket képes elhelyezni, mint az állatok, hanem szabályokat is. És ez egy nagyon összetett folyamat.
Amikor a kezdetén ugye néhány százezer éves közösségekről, vagy akár modern csoportokról, amelyek még nem közösségek, csak éppen most alakulnak, csoportokat figyelünk meg, akkor azt látjuk, hogy ezekben a konfliktus minimalizálás elve alapján kialakulnak bizonyos szabályok, amelyeket nem fogalmaznak meg feltétlenül, de működnek. Mondjuk itt se teszi fel senki a lábát az asztalra, nem csinál olyan dolgokat, amely a többieket felháborítaná, nem vetkőzik meztelenre, pedig ezt senki nem mondta, hogy nem lehet, és mégis úgy érezzük, hogy kínos lenne ilyet megtenni. Tehát vannak ilyen ki nem mondott szabályok, amelyeknek engedelmeskedünk is. Az ember korai arhaikus társadalmaiba ezek a fajta szabályok az arhaikus társadalmak kultúrájából eredendően megjelentek és működtek. Egy csimpánz csoportban ilyen szabályok nincsenek. Csak erőszabály van, hogy aki erősebb, az csinálhat, amit jól esik, aki pedig gyengébb, az megszenvedi ezt a dolgot. Az emberi fejlődés során, amikor egyre nagyobbak lettek a csoportok, közösségek, akkor megjelent a szabályok kimondása, tehát ami megegyezésen alapul. Mindig a társadalom, adott társadalom tagjainak az egyessége szükséges ahhoz, hogy valamilyen kimondott szabályt megtartsunk, érvényesítsünk, esetleg kényszerítő eszközökkel fogadjuk el annak a annak a betartását. A fejlődés következő fázisa akkor, amikor még több ember, még bonyolultabb társadalmak jöttek létre, és kényszerítette a társadalmi fejlődés a információ kezelést. Ugye régen az információ kezelés annyit jelentett, hogy megbeszéltük a tűznél a dolgokat. Amikor a társadalmak túlságosan nagyok lettek, akkor ez a megbeszélés már gyakorlatilag lehetetlen. Olyan eszközök kellenek, amivel az ember távollétében is tud valamilyen utasítást, szabályt, elképzelést, kívánságot átadni. Tehát megjelenik az írás, és megjelennek az írott szabályok és a törvények. A modern időkben ezek a törvények már olyan hihetetlenül bonyolultak, hogy az átlag embernek már fogalma sincs a szabályok nagy részéről, és specialisták segítségét kénytelen igénybe venni, hogyha ezekkel a meglévő, de nem általánosan ismert szabályokkal kapcsolatba kerül, akár összeütközésbe, akár az alkalmazással. Tehát olyan bonyolult szabályrendszer befolyásolja az életünket, amelynek a nagy részét nem ismerjük pontosan, megismerhetjük természetesen, hozzáférhető a szakértők által, jól menedzselhető az a hozzáférés, de egy lényeges vonása a modern társadalomnak, hogy a társadalom tagjai csak valamennyit ismernek ezekből a szabályokból. A következő kérdés, amivel akarok foglalkozni, hogy ugye mik lehetnek egy emberi jogrendszernek az alanyai. Arhaikus társadalmakban nyilvánvaló, hogy a közösség és a közösség tagjaira vonatkoznak a ki nem mondott vagy kimondott szabályok. Tehát teljesen egyértelmű, hogy a szabályrendszerek alanya az mindig a közösség tagja. A modern társadalmakban ugye ez is bonyolult, mert itt a közösségek nagy részt az eredeti közösségek felbomlottak, rengeteg csoport van, rengeteg szervezet van, rengeteg formája van az emberi csoportosulásnak, államok vannak,
És ezekhez a csoportokhoz való tartozás dönti el időnként, hogy az ember milyen jogrendszer alanya, milyen jogrendszer utasításait szükséges követnie. Néhány évtizede jelentek meg azok a törekvések, hogy nem emberi lények, hanem állatok, növények, esetleg ökológiai rendszerek is jogalanyok legyenek, ők is saját fennmaradásuk, saját életük érdekében élvezzenek olyan védettséget, amit egy jogalanynak biztosítani lehet. Ennek a fejlődésnek a forrása eléggé világos. Két különböző szemlélet vezet ide. Az egyik szemlélet az, hogy ugye a közösséghez tartozás a korai időkben, és ma az emberi fajhoz tartozás, az egy nagyon jól definiált dolog. Genetikai alapon tartozunk egymáshoz, genetikai alapon különbözünk állatoktól, növényektől, tehát jól meg tudjuk magunkat különböztetni. Amikor elindult az a folyamat, hogy másokat is részesítsünk ebben a jogalanyiság szerepben, akkor ez rendszerint azzal indult, hogy ne a genetikai kapcsolatokat, hanem mondjuk az intelligenciát tekintsük közös klasszifikáló tulajdonságnak. Ugye aki legalább olyan intelligenciát, vagy hasonló intelligenciát mutat, mint az ember, az egy értelmes lény, hát akkor ezek az értelmes lényeknek is kellene, hogy jogaik legyenek. Ugye itt emögött az a világos elképzelés van, hogy a jogalanyok számára kreálunk egy kategóriát, ami korábban az ember genetikai bázisa volt, és aztán csinálhatunk egy másik kategóriát, például az intelligenciát, amely mondjuk akkor a emberszabású majmokat, a kutyát, egy csomó értelmes állatot bevon ebbe a kategóriába, és akkor ezekhez lehet azután különböző jogokat rendelni. Ez természetesen rengeteg vitára ad okot, mert az, hogy mi az intelligencia, ugye annak van különböző definíciói, vannak ezek általában az emberi intelligenciát tekintik abszolút kritériumnak, és ugye ebben az állatok természetesen lemaradnak. Más definíciók is vannak, ezen hosszan lehetne vitatkozni, de minden esetre a kategóriák rugalmasak, és egy társadalmi konszenzus kell ahhoz, hogy ilyen kategóriák alapján új besorolást lehessen készíteni. A másik szemlélet, ami ezen törekvések mögött van, az rendszer szemléletű. Ugye a társadalom egy nagyon összetett rendszer, az élőlény maga is egy nagyon bonyolult, komplex biológiai rendszer, a bioszféra egésze is valamiféle rendszer, az ökológiai egységek is kezelhetők rendszerként. Ennek a szemléletnek az alapján azt mondjuk, hogy élőlények kölcsönhatásai, akár most sejtek kölcsönhatásáról beszélek egy szervezeten belül, vagy állatok, növények kölcsönhatásairól beszélünk egy ökológiai rendszerben. Ezek rendkívül fontosak, és ha ezeket a kölcsönhatásokat tanulmányozunk, akkor látjuk, hogy a megmaradásukhoz, az életükhöz, a ciklikus újra keletkezésükhöz szükséges, hogy ezeket a kölcsönhatásokat újra és újra elő lehessen állítani. Ebből a koncepcióból nagyon könnyen lehet arra a következtetésre jutni, és jogosan, hogy az ember is része ezeknek a kölcsönhatásoknak. Hiába teremtette meg a saját külön kultúráját, külön civilizációját, amiben azt hiszi, hogy független ezektől a kölcsönhatásoktól, ez egy téves modell, az ember része a biológiai kölcsönhatásoknak belül is, kívül is.
És az jól jár akkor, hogyha a kölcsönhatások egységeit, az állatot, a növényt, az ökológiai rendszert tekinti egységnek, és tekinti valamilyen jogforrásának. Nyilván, hogyha ezen alapon indulunk el, akkor is problémákba ütközünk, hiszen felhasználhatunk-e joggal rendelkező állatot. Ugye azt senki nem gondolja komolyan, hogy 7 milliárd ember mondjuk lemond arról, hogy állatokat, növényeket használjon fel, és kizárólag Bambi üdítőt fogyasszon a hátralévő életében. Egy értelmes jogvita és meghatározás szükséges ahhoz, hogy az állatok felhasználását az életünkben jogi keretek között nagyon komoly szabályozás mellett végezzük, és a védelem, a teljes védelem az mindig a fajra vonatkozik. Tehát ne legyen joga valakinek olyan jogi egységeket, élőlényeket, állatokat, növényeket, ökológiai rendszereket úgy bántalmazni, hogy azok ciklikus fennmaradása veszélyben legyen. Ez a legfontosabb kritérium, hogy ne lehessen egy ökológiai rendszert elpusztítani, mert akkor vége tovább nincsen. Lehet használni. Szabadjon valameddig használni. De ugye ebből is látható, hogy ez egy rendkívül komplex jogi probléma, amit nyilván nem etológusok és ökológusok fognak megoldani, hanem együtt jogászokkal kell olyan rendszert létrehozzunk, ami biztosítja, hogy az emberiség és az ember saját érdekei érvényesülnek hosszú távon, és a saját érdekei közé tartozik az is, hogy megőrizze a bioszféra lényeges alkotóit, állatokat, növényeket, ökológiai rendszereket. Én nagyon örülök, hogy ennek a konferencián részt vettem, és én remélem, hogy lépéseket lehet ebben a újfajta szemléletben előre tenni, és egy olyan szemléletet kialakítani, ami közelebb visz bennünket a bioszféra megőrzéséhez. Köszönöm szépen!